Nézőink, Vajnai Attilát köszöntöm, jó reggelt kívánok az európai baloldal vezetőjét. Gyarapodnak a baloldali pártok, vagy a magukat baloldalinak mondó pártok, most ugye szocialisták és demokraták pártja is alakulóban van, illetve bejegyzés alattá. Lehet, vagy érdemes valamilyen típusú együttműködést elképzelni ezen pártok között? Vagy gondolom, nagyon nagy az ideológiai távolság? Abban kell gondolkozni, hogy érdemes-e, hanem hogy kell. Tehát olyan történelmi politikai helyzet van, hát mégiscsak egy világháború közeli helyzetet kell, hogy lássunk. Olyan társadalmi, szociális válságban, kialakulóban, messze nem csak Magyarországon, szanaszét a világon, hogy ebben a helyzetben a korábban érvényes összefogási parancs, ideológiai parancs még sokkal hatányozottabban érvényes. Annak a társadalmi többségnek, aki kárvallottja a szociális válságnak, kárvallottja a háborús politikának, a háborús gazdaságpolitikának, ennek össze kell fognia, érdekeit, jogait érvényesítenie kell. Ez másképp nem megy, csak úgy, hogyha különböző egyéb kérdésekben ugyan különböző véleményen lévők megtalálják a közös pontokat. Közös pont van bőven. Én meggyőződésem, hogy a szociális válság elleni azonnali fellépés, egy szociális válságkezelő csomag, gazdaság élénkítő csomag, a nyugdíjasokat, a pályakezdő fiatalokat segítő intézkedések, az egészségügy, az oktatás rendszerének az azonnali megsegítése, mert hát minden romokban hever. Ezek olyan fontos, a baloldal számára fontos témák és területek a politikában, a gazdaságban, amely kötelezővé teszi az együttműködést. Én komolyan hiszek abban, hogy azok a különböző baloldali, vagy magukat baloldalinak deklaráló szervezetek, akik tényleg azt akarják, hogy kijöjjünk a válságból, ezek megtalálják ezeket a közös pontokat. És kinek kell kezdeményeznie egyáltalán az, hogy megnézzék egymást, kezet fogjanak, és aztán majd leüljenek beszélgetni. Mert ugye ennek az évnek kéne erről szólni, hogy megtalálják azokat a közös pontokat, aminek a mentén együtt tudnak dolgozni. Hát én azt tudom mondani, hogy a készfogáson túl vagyunk, tehát a beszélgetések elindulnak. Most jön május 1-e, aztán május 7-én egy szélesebb európai fórum keretében tartunk egy konferenciát, ez a fasizmus felett aratott győzelemnek az emléknapjához közeledvén. Ezek mind olyan események, amelyek ezeket az egymást kereső baloldali, demokratikus, haladó, progresszív erőket össze tudják hozni. Igen, előttünk álló hónapokban sok minden kiderül. Én azt látom, hogy most sokkal több szól amellett, hogy ez sikerrel fog járni, mint hogy ami a ellene. Ugye az egyik feltételezések szerint az egyik ilyen próbatétel lehet mondjuk akár 2024-ben ezeknek a baloldali pártoknak az önkormányzati választás. És akkor nézzük az önkormányzatokat, illetve pontosan egy darab önkormányzatot, Erzsébetváros önkormányzatát. Most mi történik ott? Mert megint azt veszem észre, hogy ez például a forgalom átszervezés lehet, hogy hasznos alapkoncepcióra épül, de hogy totál kaotikus, az egészen biztos. És hogy ez semmilyen szempontból nem jó a lakosságnak, de sok minden más van Klauzáltér. Szóval mi történik most az Erzsébetvárosban? Sajnos Erzsébetváros, mint önkormányzat, mint az egyik legkisebb kerülete a fővárosnak, és egyben ugye egy mintapéldája annak, hogy egy korábban fideszes vezetésből most egy úgynevezett demokratikus, inkább ilyen liberálisnak mondható vezetés vette át az irányítást. Megmutatta azt, hogy önmagában az, hogy ha más irányít egy önkormányzatot, az még nem megoldás. Tehát ahhoz valóban változtatni kell. Például a lakossággal való párbeszéd nem kikerülhető. És hogyha vannak problémás kérdések, például hogyha van egy jó elképzelés, hogy csökkenteni kell általában a forgalmat,
mondjuk a fővárosban, ez nem megvalósítható úgy, hogy egy kis kerületben valamit csinálok, és máshol meg más dolgok. Ha nincs koncepció, nincs egészbe szervezve, akkor odáig jutunk el, hogy gyakorlatilag a durva szidalmazások keretében a rendészek és a közlekedő autósok közötti, ugye a forgalmelterés, csomópontokon kialakuló konfliktusok mellett a lakosság azt érzékeli, hogy ő személy szerint a rokonai nem tudnak bejutni a kerületbe, a parkolással komoly problémák, hogy egyes utcák felszabadulnak, ugyan kevesebb a forgalom, máshol meg durván megnő a forgalom. Tehát nincs összehangol, nincs koncepció, és sajnos maga a vezetés pedig menekülvén a konfliktus helyzetektől inkább nem konzultál a lakókkal. Bizonyos értelemben helyes szociális lépéseket tesznek, mint a utalványok kiosztása, húsvétkor, meg ez a hagyományos dolog, de ez nem pótolja a demokratikus városvezetést. A demokratikus városvezetés pedig arról szól, hogy a lakókkal együttműködve, a lakókkal megbeszélve teszik a dolgokat. Én csalódott vagyok. Én tudtam, hogy mindaz, amit a választási kampányban elmondanak, abból minden nem valósulhat meg, mert olyan nincs. De hogy ennyire, hát majdnem. Tehát ez nagyon nagy csalódás, és ami még nagyobb csalódás, hogy amikor érzékelik ezt a helyzetet, hogy a lakók elégedetlenek, és hogy szeretnének megoldásokat találni, akkor nem a nyitottság felé mennek, nem az átláthatóság felé mennek, hanem bezárkóznak. Egy nagyon konkrét ügy a takarítás. Tehát ez egészen elképesztő, hogy majdnem 1 milliárd forintot elköltenek az egész kerület takarítására, azon belül ilyen kézi takarítás a belső Erzsébetvárosban 165 millió forint egy évben, és mindezt úgy szervezik ki, hogy egy ilyen takarító cégnek kiadják közbeszerzés keretében, és abból a 165 millióból közel felé pénzt adjak azoknak a szerencsétlen rabszolgáknak, akiket napi bejelentéssel foglalkoztat ez a cég, és amikor felhívjuk a figyelmet az önkormányzatnak, hogy kérem szépen, itt baj van, ezt így mégsem lehet, egy szociálisan érzékeny önkormányzat ezt nem csinálhatja, hogy vidékről felutaztatott emberek, akik olyan munkában vannak foglalkoztatva, amire még nyugdíj se, semmi nem jár. Tehát itt azért lépni kell, már csak azért is, mert sokkal több pénzt elköltenek, mint adnak a munkásoknak, és akkor az van, hogy nekik joguk van megtagadni a közérdekű adatigénylést. Mert hogy ez hát közpénz, de közpénz elköltésről van szó, de hogy az alvállalkozó, az általuk megbízott vállalkozónak az alvállalkozója, az már ugye nem kötelezhető. Szóval sajnos ez egy nagyon szörnyű, de végig fogjuk vinni, mindent meg fogunk mondani, ki fogunk deríteni, csak ezt nem így kellene. Tehát ezt úgy kellene, hogy nyitottan, és azt mondani, elmondani a lakosság, hogy miért, hogyan csinálnak, és ha hiba van, az be kell ismerni, és azt változtatni kell. Sajnos nem mindehez, ez. Mindehez természetesen szükség van, már bocsánatot kérek, még legalább 10 Bajnai Attilára ebben az Erzsébetvárosi történetben. Ezen kívül egy magánmegjegyzést, ha szabad megtennem, bár nem vagyok kerületi lakos, de barátaim közül jó páran élnek itt. Ha elégedetlenség van bármilyen szempontból, a kerület működése, szociális helyzet, akármilyen szempontból, és nincs kommunikáció a kerületvezetés és a lakosság között, akkor az utalvány ez nem segít. Az egy ilyen nagyon rossz, a szó legrosszabb értelmében vett odavetett alamizsnak. Én is így gondolom, még ez ettől függetlenül tudomásul kell venni, hogy nagyon sok embernek 10 000 forint is számít, és mindenképp támogatni kell, hogy segítsünk a rászorulóknak, azoknak. Így csak igaz. Ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy egy kerületet, vagy akár egy főváros, vagy egy várost el lehessen demokratikusan igazgatni. Ebből nem szoktak jó dolgok kijönni, ezért adjuk le a vészjelzéseket. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen érthető, hogyha lakók föl vannak háborodva, mindenki a vérmérséklete szerint fejezi ki a véleményét, tehát hogy a Facebook csoportokban azért ez látszik előképpen. Én azt hiszem, hogy itt az ideje a városvezetésnek, az Erzsébetvárosi városvezetésnek elgondolkozni azon, hogy húz egy vonalat, jó, rendben, akkor újrakezdjük. Az ígérethez híven, nyitottan, a lakókkal párbeszédben, és őszintén bár tárgyalunk, beszélünk, és megoldást keresünk. Ez egy ideális végszó. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen.